Szabja bemutató gyógynövények és egészséges légkört teremtő virágok, ezekről is láthatnak és hallhatnak mai adásunkban. Első vendégem azonban kulturális programajánlóval érkezett, Orémusz Maja, a Bencsvilla vezetője, programszervezője, szervusz! Szervusz! 5 évet zárunk lassan, jubilál a te munkásságod és valahol a villa is. Mesélj az elmúlt 5 évről, még mielőtt az aktuális programokat felsorolnánk. Hát ez szinte lehetetlen ilyen rövid idő alatt, de hogyha össze kellene nagybetűvel foglalni, akkor úgy szoktuk mondani a kollégáimmal, hogy álom volt az egész. Álomszép programok voltak, és az egész olyan meseszerűen szépen alakult, hiszen kinőtte magát egyfajta kulturális központtá Bencsvilla az utóbbi 5 esztendőben. Felsorolhatatlanul sok művész járt nálunk, nem csak a városból és megyéből, országból, hanem határon túlról. Talán megpróbáltad amúgy felsorolni ezeken a lapokon, szem szerint talán 12 oldalon, azoknak a nevei szerepelnek, akik az elmúlt években ott szerepeltek, ott léptek fel, vagy alkottak éppen a Bencsvillában, de hát nem olyan egyszerű ez a 12 oldal, mert hogy 2 oszlop van, és hogyha csak belelapozok egyet-kettőt, akkor zenészek, festőművészek, goblen alkotók, fotográfusok, táncosok, sorolhatnánk, mesterfodrászok, különböző szakmabeliek azért ott voltak, és valamit magukból vagy a munkájukból megmutattak a Bencsvillában. Ki volt a legemlékezetesebb a te számodra, akit úgy nagyon kedveltél, vagy nagyon jó, hogy sikerült megnyernetek? Biztos, hogy sok lenne, de aki esetleg kiemelkedik valamilyen szempont szerint, az mindenképpen Básti Andrea és Barna László lenne Budapestről. Ők ugyanis véletlenül találkoztak itt Nyíregyházán a Kaleidoszkóp Versfesztiválon, egymást nem is ismerték még akkor, hanem nálunk megjelentek egy műsoron, külön-külön, és végül párt alkottak, sőt ma már a Szintézis színtársulat tagjai, valahonnan innen indult el Nyíregyházáról minden. Nagyon sok minden indulhat még, hiszen lesznek programok még januárban is, illetve februárban, 1 hét múlva lesz egy igazi irodalmi napotok, délutánotok, mi lesz ez? Csemege. Kimondottan csemegének nevezném, ínyenceknek való csemege, mert Karinti szerintem a magyar irodalom zsenie minden szempontból, aki író, humorista, költő, publicista volt egy szemében, és ő volt egy szemében. Adi, Kosztolányi és még sorolhatnánk a magyar és világirodalom kiemelkedő alkotóit, mindenkinek a bőrébe bele tudott egy kicsit bújni, ott volt benne a zsenialitás. Na hát az ő műsor, az ő alkotásaiból gyűjtött együvé egy csokrot dr. Szabó András. Az ő neve már nem ismeretlen a nyíregyházi közönség előtt, hiszen visszahívtuk őt többször már. Ő egy olyan előadó művész, aki bár belgyógyász főorvos, nagyon otthon van a lelkek gyógyításában is. Csodálatos előadó művész, ismerjük a komoly oldalát és a humorosat is. Most azt ígérte nekünk, hogy a filozofikus Karinti műveiből hoz egy csokorra valót. Találkozás egy fiatalemberrel, Barabás, és nem sorolom, de nagyjából 20 cím van most a szemem előtt. Hát erre vágynak sokan, hívjuk őket, várjuk őket a Bencsvillába 5 órára. Ez akkor január 27-e, tehát 1 hét múlva 5 órakor, de a február eleje is mozgalmas lesz, 2-3 programotok még lesz. Igen, igen, mindenképpen várjuk a zenerajongókat már 3-án, mert szerintem a dísztálalóban a hollóházi porcelán újra mozogni fog és táncolni fog. Ha a kalandoldrok tagjai nálunk tanyáznak, vernek tanyát, akkor ott mindig nagy zenebona van, és ezt várjuk most is tőlük, hogy fergeteges hangulatot csináljanak, mert 3-án 5 órától nem csak oldrok koncertünk lesz, hanem a kalandoldrok tagjai is újra hozzák nekünk a shadows muzsikát és a jó kis régi retro zenét. Ilyenkor mindig tömve van idézőjelben a Sóstói út Bencsvilla előtti szakasza. Nekem van olyan ismerősem, akinek hónapokkal ezelőtt azért húzták meg ott az autóját. Persze nem azt jelenti, hogy nem kell elmenni a bencsvillás programokra, hanem tényleg azért húzták meg az autóját, mert nem volt már máshol hely, és lehúzódott az út szélére. Tényleg, hogyha van valami rendezvény, akkor teltházas a Bencsvilla. De nem feltétlen csak a zenészek mozgatják meg mondjuk a kultúra szerető embereket, hanem lesz mondjuk másabb fajta program is még
februárban. Miket tudtatok szervezni? Akkor most nyílt színen bocsánatot kérek a sofőrtől, jó? Vannak egyéb problémák akkor is, tehát házas koncertben. Akkor kapott, hogy biztos, hogy nem volt ezzel semmi igen. probléma. 7-én is zene lesz a főszereplő a Bencs Villa Bencs termében, hiszen dr. Granville Pilar, az észak-írországi református lelkész, újra abban a teremben ad koncertet. Ő egy nagyon igényes zenész, a Jóisten őt egy rendkívüli tehetséggel áldotta meg. Fiatal korában dadogott, és csak úgy tudott erről leszokni, ha énekelni kezdett. A Király beszéde van előttünk, és azóta folyamatosan énekszóval dicsőíti az Istent, de nem csak lelkészként, hanem bele-belebújik Cliff Richard bőrébe is, vagy Engelbert Humperdinck bőrébe, mert olyan dalokat hoz most is el Tom Jones-tól kezdve nekünk, amelyek hát visszaröpítenek az időben. Csodálatos, jazzes, bluesos, funkis hangulat vár ránk. Február közepén is lesz még egy programotok, majd, hogy nem az utolsó. Erről is azért mind a két témáról egy-egy gondolatot ejthettünk még. 10-én mindenképpen az irodalom kedvelőket várjuk. Bregicer Fruzsina művésznőt nem kell senkinek bemutatnunk, viszont azt el kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon szép Mécs László összeállítással várjuk 10-én. Tulajdonképpen ezzel zár a Bencs Villa. Egy nagyon szép fináléja lesz ez az 5 évnek, vagy megkoronázása, amikor is a művésznő szívhez, lélekhez szóló versekkel, írásokkal ajándékoz meg minket, úgy, hogy közben még föl-föl csendül Bata Hajnalka hangja is. Ő lesz az, aki népdalénekesként színesíti a programot, és ezzel szeretnénk elengedni a vendégeket egy hosszabb pihenőre. Így van, hiszen ugye 2016. decemberében vagy novemberében, mikor az utolsó nyíregyházi közgyűlés volt, akkor ugye hivatalossá vált, hogy tavasszal bezárja a Bencs Villa kapuit, hiszen felújítják, úgyhogy igazából a hölgyeknek, uraknak csak annyit tudunk mondani, hogy mindenképpen látogassanak el ezekre a rendezvényekre, még január 27-én akkor irodalmi est, februárban pedig akkor szintén irodalom és zene is várja még az érdeklődőket. Én köszönöm szépen, Maja, hogy elfogadtad a meghívást. Én is köszönöm a lehetőséget. És hogyha már programajánlót ajándékoztunk a nézőknek, folytatjuk a sort, hiszen összegeztük, hogy mi várható a következő napokban, hetekben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ki a virágot szereti, rossz ember nem lehet, hát Vas János vendégem, aki virágkereskedő, igazán jó ember, hiszen rengeteg virágot hozott ide sok-sok szeretettel. Szép napot, János! Kezicsókolom, és köszöntöm a nézőket! Nagyon sok különleges virágot, növényt hozott ide a stúdióba. Az első kérdésem, mi az, ami nélkülözhetetlen egy jó magyar háztartásból? Gondolok itt arra, hogy az anyós nyelv, vagy éppen az aglegény virág, ami minden lakásban megmarad, legalábbis nálam ez a kettő, ami túléli. Tulajdonképpen nem lehet így kategorizálni, hogy melyik hiányzik. Minden virág kellemessé teszi a lakásban a jelenlétet, és egy jó komfortérzetet biztosít, és minden virágnak megvan a maga szépsége, és az egészségre megfelelő hatása, akár a hangulatra, akár konkrétan az, hogy a lakásnak, a szobának a levegő tisztaságát nagyban elősegíti. De jó, hogy ezt mondta. Akkor, ha jól tudom, vannak olyan növények, amik még egészségesebbé tehetnek akár minket, vagy a környezetünket. Melyek ezek a növények? Hogyan választhatunk ilyenek? Alapvetően abból kell kiindulni, hogy minden növény egészséges, mert ugye tudjuk azt, hogy a növények termelik az emberi élethez való oxigént. Ezen belül az elmúlt 15 évben történt egy nagy volumenű kutatás a NASA részéről, és ha megengedi, akkor elmondom, hogy milyen apropóból. Az űrállomások légtisztítását akarták megoldani természetes anyagokkal.
És akkor kezdtek el kísérletezni a cserepes virágokkal, különböző virágokkal, és ilyen zárt kamrába vizsgálták a virágokat, hogy különböző a lakásokban felelhető, megtalálható gázokat, baktériumokat engedtek be, és vizsgálták, mérték, hogy mennyi idő alatt, milyen mennyiség tűnik el. És ebből kialakítottak egy ilyen top 15-20-as cserepes virágcsoportot, amit kiemeltek a többi közül, és ezek a növények azok, amelyeket nagyon ajánlják, hogy nagyon egészséges és nagy hatékonysággal tisztítják a levegőt a lakásokban. Na, mely növények vannak mondjuk a dobogós helyeken? Mely növényeket lehet mondjuk itthon is lehet, hogy fordított sorrendben fogok menni, azért, hogy mert a lakás különböző részeire vonatkozóan mindig más virágokat kell a természeténél fogva elhelyezni. Például, ha itt van előttem a Ficus robusta, sima, egyszerűen a hétköznapi fikusz. Ez a nappaliknak egy nagyon kedvelt növénye. Arról híres, hogy ugye folyamatosan, mint minden növény, de ez a nagy leveleim miatt a többi virághoz képest sokkal több nedvességet, páraanyagot bocsát ki a levegőbe, tehát csökkenti a szárazságot a lakásban. A levelekben különleges mikroorganizmusok vannak, ami is itt kezdődik, hogy nagy mértékben megszűri a benzolt, a formaldehidet bevonja, és az ammóniát is, és a mikroorganizmusok bekötik a levélbe, és leviszik a gyökeren keresztül a földbe, és ott tárolják. Akkor lényegében ezt a nappaliba, a hálószobába mindenképpen ajánlja? Hát van kifejezetten úgy mondják, hogy a hálószobák nélkülözhetetlen növénye a spatifilum, és az már az önáltal említett anyós nyelv, amiből igen. Itt van egy kicsike hozva, mert míg a spatifilum nappal tisztítja a levegőt, addig az anyós nyelv éjszaka indul be, és éjszaka bocsátja ki a megfelelő mennyiség oxigén. Na most ezt jól tudjuk, hogy ha oxigén hiányos a levegő, akkor az ember nagyon rosszul alszik, nagyon rosszul viseli magát, és az nyugodt biztos, alvás biztos. Ezek után úgy fogok aludni, hogy így az anyós nyelvek így a fejem köré lesznek majd rakva szép sorba. Hát ha attól függ, hogy olyan sok anyósa van, és... Igen, akkor nem. De vannak olyan növények, amik még nálam is túlélnek mindent, például nem tudom a nevét, ez a középső kis futóka. Tehát az a is. Latin neve Syndapsus, népias nevén Cusophilodendron. Ő is vagy egy ilyen jobban kezelhető nagyon, növény, na most gondolom. Ő is benne van a top listán. Igen? Tehát a zömében tehát olyan növényeket hoztam, ami a top listán rajta van, és pillanatnyilag gyorsan csak ennyit tudtam összekapkodni. Tehát ugyanúgy a benzolt, a formaldehidet, tehát mindent kiszűr, és mivel nagy, hosszú futásai lombozata van, és ugye a lényeg az, hogy egy növény minél nagyobb levél mennyiséggel rendelkezik, ezáltal annál több károsanyagot tud kiszűrni a levegőből. Sokan nem is gondolnák azt, hogy egy lakásba, amikor elrendelik a szmogriadó figyelmeztetést, az utcai szmoghoz viszonyítva 5-6-szor több szmog lehetséges. Adott a kérdés, hogy hogyan, akár mondjuk, ugye beszéltünk előzetesen még a műsor előtt, hogy például a bútor lapokból is jöhetnek olyan káros anyagok, amiket ezek a növények elnyomhatnak. Tehát feltétlen akkor tudnám, tehát amikor egy lakásba bútort cserélnek, vagy új függöny sötétítőt, vagy szőnyeget tesznek, vagy esetleg új parkettát tesznek föl, ezek általában tudjuk, a butorok ma már préselt nemezből, amik különböző ragasztóanyagokkal vannak készítve, és azok kipárolognak a lakásba. Fejfájást okoznak, tehát torokszárasságot, köhögés inget, és ha megfelelő mennyiségű növény van a szobába, akkor ezt a párolgást rövid idő alatt felszámolja. Tehát nem úgy kell érteni, hogy percekre, hanem napokon belül, mert ugye van egy festés utána a festékek. Például meglepő, hogy nem is gondolnának a hölgyek arra, hogy a körmüket, amikor festik, akkor mennyi benzolt engednek ki a lakásba. Na akkor gyorsan az anyós nyelv mellé kell állni, és akkor ott esetleg körmöt festeni. Hát vagy akár a samedóra pálma mellé, tehát a gyompálma mellé lehet állni, vagy akár ugye az anyós nyelv, vagy a szindapszusz, vagy például a napjaink nagyon szép növénye, a dracéna és a seflera. A seflerát kifejezetten például dohányzó helységekbe ajánlják, ugyan nem mentesít a dohányzás károsításától, de a dohányfüstben remekül megszűri, szintén ez a benzol, ez egy ördög, ez mindenütt ott van, annak a lehetőségét, de nem
lesz egészségesebb az embertől a dohányzásnál. Viszont vannak olyan növények, amik nem feltétlen csak erősítik az egészségesebb környezet kialakítását, hanem mondjuk a szemünknek, a lelkünknek is kedvesek. Hát gyönyörű kis rózsák vannak itt, gyönyörű orchideák vannak itt. 3-4 percünk még maradt arra, hogy a szépekről is beszéljünk, ne feltétlen csak az egészségesekről. Az elmúlt 10 év slágere a Penelopsis, a pillangó orchidea. Előtte az a másik... Na, nálam az nem marad meg, János. Meg nem akarom mondani, de művészet kinyírni. Igen, hát akkor igen. Nekem sikerült, és nagyon sok kollégámnak is, ahogy hallottam. Nem tudom, valamit alapvetően nem szeret nálam. Alapvetően minden növénynél figyelembe kell venni a helység adottságait. Uh-huh. Milyen hőmérséklet van, milyen fényviszonyok vannak, és ettől kezdve a növény nem kíván többet, így mondja halkan, így kívánja a halkan, így szokta, tehát lehet beszélgetni velük is. Így szokta halkan mondani a növény, hogy egy kis vizet kérek, és attól egy picivel nagyobb gondoskodást. És akkor a növény nagyon meghálálja ezt a dolgot, és egy szemnek próbáljon beülni egy olyan irodába, tehát ahol nincsen semmi. Hát az nagyon idegen lenne. Úgy, idegen, szerintem, vagy a gyerekek igen, beülnek igen. Egy tényleg sivár kell, osztályterembe, kell és növény. Amikor ugye vándorolnak, hogy mondjuk elmennek a számítás és technika terembe, és ott az eszközök miatt nincs virág. A gyerekek, egy felmérés, norvég felmérés szerint a gyerekek 69%-a fejfájásra panaszkodik. És mihelyt visszamennek a saját megszokott, akkor kivirágoztatott osztályukra, már a közérzetük is sokkal jobb. Közben szalad az idő, nézzük csak meg ezeket az orchideákat, hogy mitől szépek, jók, egészségesek, csinosak. Annyit tudni kell, hogy ugye tulajdonképpen Tájföldről indult el a Penelopsis, tehát a pillangó orchideának a karrierje. Uh-huh. Körülbelül 10-12 évvel ezelőtt, és 10 éve már Magyarországon ez áll a vezető helyen minden alkalomra, tehát akár hétköznap, akár névnapra, születésnapra ezt vásárolják. Hát nagyon röviden, mivel fut az idő. Ez egy laza, fenyőkérekben van ültetve. Uh-huh. Ha nézi, akkor ezek nem gyökerek, hanem ezek indák, és nagyon szép zöldek. Igen. Na most meg kell várni a két öntözés között, hogy ezek a zöld indák, mint az én hajam, ilyen szürkére kiszürkőjenek, és akkor kell megszivatni. Na. És néhány perc alatt, 5-6 perc alatt újra visszazöldül, a felesleges vizet kiborítani, és várni a következő locsolást. Szerintem most nézők ezrei köszönik meg ezt a tanácsot Jánosnak. Ezt még nem hallottam tényleg, mert valaki azt mondja, hogy áztatni kell, valaki azt mondja, hogy két naponta locsolni, valaki azt, hogy radiátorhoz rakjuk az orchideát. Tehát ez nagyon, tehát nem csak erre a növényre vonatkozom, de nagyon, hogy mondjam, sok mindent lehet beszélni. Hát ha valamit áztatunk, én is órákig ászok a fürdőkádba, akkor szotyós leszek, és nincs bennem energia. Igen, valószínű akkor a növény is így. És akkor abban a fenyőkérekben, vagy a fakérekben, ami benne van, abból ki mossa a tápanyagot. Igen. Na most azt tudni kell, hogy tápoldatozása nagyon minimális, mert ez nem igényli a tápoldatozást. Hát, én nagyon szépen köszönöm azt, hogy ilyen sok mindent hallhattunk öntől, János, viszont megyünk tovább. Egy nagyon fiatal és tehetséges lányt szeretnénk bemutatni ön és a gyönyörű szép virágok után. Én köszönöm szépen, majd még jövök vissza a műsor után, hiszen itt van velünk Enikő. Szervusz! Szia. Szakos Enikő, aki a Széchenyiben diák, igen. És hát hihetetlen eredményeket értél el. Ugye a széchenyisek híresek arról, hogy hihetetlen jók közgazdaságtanból, most már sportból is, igen. És hát a gyorsírás, az gépírás, gyorsírás, bocsánat, gépírás az abszolút a favorit az összes széchenyis között. Mindenki tudja, hogy hogy vannak a billentyűzeten a betűk és számok elrendezve. Egy versenyen voltál, mesélj igen. A versenyről és eredményeidről. Hát ez legutóbb, amikor voltam ősszel, az országos bajnokság volt. Hát a legrangosabbnak nevezik a szakmabeliek, szerintem a legnehezebb, inkább így mondanám, mert a többi versenyt itthon megírhatjuk a otthonos környezetben, és általában 10 perceseket kell írni, ugye 10 percig kell másolni. Most fel kellett utazni Budapestre, és 30 percen keresztül kellett írni. Úgyhogy ez már komolyabb felkészülést igényelt. Azon gondolkodom közben, hogy biztosan sokan nem tudják hirtelen mi is az a gépírás, azt azért rakjuk ezt helyre. Hát nekünk ez ugye tantárgyunk, mint közgazdasági szakmacsoportosok. A billentyűzeten való
aki írást jelenti. Nem is tudom. Igen, igen, és lényegében annyit látni egy-egy ilyen versenyen, hogy ülnek a diákok, ott van a klaviatúra, és pötyögnek, mint az őrült. Hihetetlen leütésszámot tudsz produkálni, szerintem más egy év alatt üt le ennyi billentyűzetet, mint egy fél óra alatt. Mennyit sikerült? 14.100-at. Mennyivel vagy voltál jobb, mint mondjuk a nagy átlag, vagy milyen eredmények születtek? Most azért úgy... Kicsit elhúztam, de erre csak most volt példa. Olyan 12 000-ek voltak most még a dobogós helyeken. De inkább arra vagyok büszke, hogy 3 hibám lett összesen, ugye fél óra. Fél órás alatt, ez 14 000 ötösben 3 hiba. Ez igen. Körülbelül hány oldalnyi szöveget jelenthetett? Nem is tudom, olyan 8-9 oldal. Hú, azt a mindenit. Azt hiszem. Uh-huh. Az hihetetlen. Miért szereted ennyire a gépírást, és hogyan szoktál gyakorolni, hogy ennyire ügyes vagy? Hát még 9. osztályban úgy ez tetszett meg a legjobban a szakmai tárgyak közül, de hát a tanárnőmnek köszönhetően, ugye Tarnéföld a Sibolya tanárnőnek a nevét biztos ismered, játékosan tanította meg nekünk, aztán mondják, hogy lehet azért is, hogy én zongoráztam régebben, az ujjaim így ügyesedtek, de inkább azért szerettem meg, mert ő rögtön biztatott rá, hogy menjek versenyekre. Bennem meg amúgy is megvan ez a versenyszám, hogyha valamivel komolyabban foglalkozom. És hát és az első sikerek voltak azok, amik elindítottak ezen, hogy megszerettem, aztán azóta csinálom. Most ugye most érettségi előtt vagyok, úgyhogy már annyira nem készülgetünk, nem tervezünk nagy versenyt. De... Fiúk vagy lányok versengenek többen ebben a szakterületen, szakmában? Inkább fiúk. Vagyis inkább fiúk? Hát úgy megoszlik, mert több mindentől is függ, ugye, de szerintem több a fiú, de lehet csak azért látom így, mert a fiúk jobb eredményeket érnek el. Valahogy nekik jobban megy. Nem tudom, hogy miért, de... Pedig azon gondolkodtam, hogy na, ez biztos egy ilyen csajos típusú dolog, annyira hiszen nem. A titkárnőknek kell ugye nagyon gyorsan írniuk a gépírásban, nagyon jóknak lenniük, és ugye nagyon sokan azt mondják, hogy na, ez tipikus egy olyan csajos verseny, ez egy olyan csajos dolog, hogy én most 14 000 leütést csinálok fél óra alatt. Milyenek voltak a versenykörülmények? Ezt hogy kell elképzelni? Tehát van egy nagy terem, tele gépekkel, igen, és akkor állott, nem tudom, kis tanár úr stopperrel, és akkor elindítja, hogy na, akkor 30 perc? Így volt. Hát egy iskolában voltunk, egy hatalmas teremben igazából, nem is tudom, nálunk 3 terem akkora, tele gépekkel, oda beültettek minket egyszerre, és kiosztották a lapokat, mi ott vártunk, és ugyanúgy kéz is stopperrel mérték, és amikor elindították, akkor csak azt lehetett hallani, hogy mindenki, mint az őrült, elkezd gépelni. Aztán így a 10. percben hallottam, hogy úgy csendesednek. Aha. Meg úgy lehetett érezni, hogy ki, hogy ír, ugye, mert én leghátul ültem. Vagy kikapott inhibe gyulladást, ugye fél óra alatt. Azt is. Én mindig leghátul ülök, és a lapokat, hát ilyen papírlapot kaptunk, arról kellett másolni, és azt így dobáljuk le, hogyha megírtuk. És akkor láttam, hogy ki milyen sebességgel dobja el a lapokat, és nagyon megörültem, amikor én voltam az első, aki végigért, és utána erre tudtam figyelni. Ilyenkor tudsz figyelni amúgy az olvasandó szövegre? Tehát ülsz a gép előtt, ott van előtted a klaviatúra, pötyögöd a szöveget, de azért figyelsz, tudsz arra figyelni, hogy egyáltalán mi az, amit leírattatnak veled? Általában igen. Vagy teljesen csak a szavakat látod, és ilyenkor általában annyira... olvasom. Igen? Mondjuk így fél órában azért volt, amikor nem tudtam oda koncentrálni, örültem, hogy írok, de általában... Értem is, amit olvasok, meg úgy könnyebb is visszajavítani, hogy amikor érzem, hogy értelmetlen dolgot írtam. És ilyen versenyen milyen szövegeket szoktatok kapni? Én ezen gondolkodom. Hát ilyen közgazdasági szövegeket általában. Tényleg? Nem, tehát ilyen... még ilyen jó nehezet is kaptok. Nem elég azt, hogy XY lement a boltba, tehát nem ilyen egyszerű állító mondatokat kaptok, hanem akkor valami jó ízes közgazdasági szöveget. Mi a célod amúgy ezzel? Tehát van még hova fejlődni? Szeretnéd ezt tovább vinni? Lenne hova fejlődni nyilván, de a mostani tudásomat majd hasznosítom, az egyetemen biztos jól fog jönni. A többieknek a puskát majd beírni, begépelni. De úgy nincsenek nagy céljaim ezzel, hogy nem ilyesmi munkakört képzelek el magamnak, amiben ez annyira kellhet, úgyhogy
ez csak úgy lesz nekem. Hát az országos versenyen kitűnő eredményt értél el. Én köszönöm szépen, Enikő, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és további sok sikert. Köszönöm. Jövőre üs le fél óra alatt 15 000-et, hogyha úgy van. Igyekszem. Én köszönöm szépen. Mi pedig nem sokára jövünk vissza a Weekend második részével.